A csapat szerintem legfőképpen azokból a tapolcaiakból áll, fiatalokból, idősekből, férfiakból, nőkből, gyerekekből, felnőttekből, akik már sokadik alkalommal jelentkeztek a hívószóra, és az őszi temető takarításnak nekiálltunk. 3 évvel ezelőtt hívtuk életre ezt a, most már mondhatom, hogy hagyományt, ősszel és tavasszal összetakarítunk a temetőkben, de most úgy látjuk, hogy sokkal jobb állapotban van mind a két temetőnk, mint 3-4 évvel ezelőtt volt, és jóval kevesebb összetakarítani, összedni való szemét van, és egy közösségi élménynek sem rossz, hiszen így készülünk a halottak napjára minden szentekre. Az új temetőben gyakorlatilag nem sok mindent lehet találni, amit össze lehet szedni. Itt leginkább az ősz okozta gyönyörűség, és hát egyben bosszúság is a falevelek az, ami most éppen kitölti a mindennapokat. Hogyan fog véget érni ez a mai nap majd a csapattal? Egy csapatképpel zárunk minden egyes alkalommal. A megjelent civil szervezetek és a város támogató magánszemélyek összeállnak egy csoport képereig. Megköszönöm nekik a részvételüket. De minden esetben nagyon jó hangulatban szokott telni a temetőtakarítás, és van egy közösségi kohéziós ereje, de hát van egy nagyon hasznos része is, segítünk a karbantartás munkákban. A minap a régi temetőben beszélgettünk az ottani fejlesztésekről, de itt az új temetőben is vannak tervek. Így van, az új temetőben is szeretnénk egy kicsit rendbe tenni a ravatalozót, a modern kor követelményei igazítani, és figyelembe venni azokat a fajta változásokat, társadalmi változásokat, amik végbe mentek. Megfigyeléseink szerint hát jóval 50, inkább 60 év feletti azoknak az átlag életkor, akik temetésekre eljárnak, és szeretnénk kiszolgálni az ő igényeiket, meghosszabbítanánk itt is a nyitott teret, és lehetőséget biztosítanánk arra, hogy a szertartásokat a lehető legtöbben ülve tudják végignézni, árnyékolva, esőtől, napfénytől védve. A Mindenki Keresztjével kapcsolatban pedig nagyon jó hírem van, a jövő héten felállításra kerül, most már az alapozás munkák befejeződtek, és jövő héten felavatjuk, és akkor én bízom benne, hogy a halottak napi alkalmából azok is tudnak gyertyát gyújtani, akik olyan hozzátartozókra emlékeznek, akik esetleg távol fekszenek tőlünk.